izgalmas és érdekes beszélgetéssel zárjuk. Amiről nem tudjuk, hogy sport vagy színház. Ez a pankráció, amelyet nagyon sokan lebecsültek, mondták azt, hogy barbárság, viszont egy biztos. Azt hogy pont biztos nem. Ez egy biztos, hogy ennyit jótékonykodni, mint ebben a, és akkor most megtudjuk, hogy sport vagy nem sport, nagyon ritkán teszik meg, mondjuk úgy, hogy sportemberek vagy előadók. Szalai Bence elnök a Magyar Pro Wrestling Egyesülettől, remélem jól ejtettem, és Flecske Robert gyártásvezető az HCW-tól van itt velünk. Jó reggelt kívánok, és tisztázzunk valamit, sport vagy nem sport? Én azt mondanám, hogy nem. Ez egy hivatás, egy szakma, amit sportemberek végeznek, tehát ez az előadói szakma, ez az előadói vonalon mozog. Akkor mégiscsak egy sportszínház. Sportszínháznak nevezhetjük, igen, ez egy egészen jó kombináció. Igen. A kívülállóként azt látom, hogy emberek bemennek és gyepálják egymást addig, amíg valamelyikük mozog, és innentől fogva ez még önmagában nem is bizalomgerjesztő. Nem, viszont szórakoztató. És ez már gyakorlatilag jelen van a 19. század óta, főleg Európában, és a 20. században lett ez teljesen leválasztva a sportokról, tehát azóta nem közölnek róla a hírekben sport eredményeket, meg semmi ilyesmit, mert akkor ez hivatalosan is a szórakoztatásnak a vonalára került át. Kanadában 1944-ben közölték először, akkor már nem közölték úgymond az eredményeket. Tudjátok, mit nem értettem benne soha, nagyon kíváncsi vagyok rá, és örülök, hogy itt vagytok. Én Amerikában láttam ilyet, hogy amikor az ember egy boxmeccset lát, akkor tényleg izgul azon, hogy ki fog megsérülni, kit, hogy ér az ütés, sportszerű a játék, és ki fog nyerni. De itt mi izgulnak az emberek, akik ott vannak? Ki játszik jobban? A mérkőzéseknek megvan a maga története. Tehát a különböző karakterek, a különböző módon felépített szereplők, vagy birkózók, teljesen mindegy, hogy szuperhősök, mindegy, hogy nevezzük őket, azok, akik a munkájukat végzik éppen a ringben, ők egy történetet mesélnek el. És akkor itt azon izgulunk, hogy az adott karakter, akinek van mondjuk egy felépített, befejező mozdulat, az sikerül, vagy nem sikerül. De nézni is fájdalmas. És a sikere ennek az egésznek talán abban van, hogy ez folytonos, tehát heti rendszerességű műsorokat adnak, és ezáltal a felépített birkózókat, akik termékek, azokat a néző folyamatosan nyomon tudja követni. Robert, aki itt ebben, nem tudom, az előző jelenetben kis hián meghalt, és aki kis hián megölte, ők egyébként a végén megisznak egy kávét, megkérdezi, hogy van a gyerek, elmennek fagyizni? Vagy, tehát itt vannak valódi indulatok, vagy ez ilyetén módon egy teljes színház? Amint kilép a birkózó a gerillából az emberek közé, úgy... Ő sem lesz az ellenségem az életben soha. Igen, bocsáss, megfogja. Ő átmódosul abba a karakterbe, amit ő előad a nézők közé. Tehát és amikor hazamegy? Amint az öltözőbe ért, onnantól kezdve... Ezek az emberek ugyanúgy leviszik a szemetet, ha a feleségük otthon rászól? Jó, akkor egyezünk, akkor semmi gond nincs. Viszont kaszkadőröket meghazudtoló tehetségük van. Igen, legjobb színészek belőlük kerülnek ki. Ez alapvetően még a vidámparkok elődjei, tehát a korabeli vásárokról alakult ez úgy ki, hogy a különböző erős ember versenyeknek, meg az ilyen eseményeknek a része volt ez az egész. Vébirkózós. Vadnak tűnik, ugyanakkor Krisztinának is említettem, hogy én, aki sportrendezvényre járok, ennyi béközepes, nagy rajongó szurkolót nem nagyon láttam. Hogyha csak a saját házunk tájékáról említem, Hatvani Zoltán kollégánk állandóan ott van nagyszerű kisfiával, Bánfi Robi, aki sérült gyermekek ápolója és önkéntese, oda vitte, mert a gyerekek ezt kérték tőle, és innentől fogva van egy olyan karaktere is, hogy nem láttam olyan sportágat sem, amelyik ennyire tudatosan figyel arra, hogy megváltozott képességű kisgyermekeknek, felnőtteknek valamilyen szórakozást adjon. Jól látható ez a jótékonysági vonal a ti életetekben. Igen, így van, nekünk ez egy nagyon fontos célunk, a jótékonyság is, amellett, hogy megértessük azt, hogy mi is ez valójában. 2015-ben például indítottuk a két lábúak, a négy lábúakért mozgalmunkat, ahol például az állatokat védjük, és folyamatosan járunk menhelyekre, és ezáltal terjesztve azt, hogy törődjenek az állatokkal. Továbbá a mozgásjavító központban is ellátogattunk Zuglóban, ott sok nézőnk is van, és nagyon jó volt látni, hogy tudunk mi is adni valamit, pont ezeket a képeket láthatjuk, tudunk valamit adni ezeknek a
Ne haragudjatok ennek az inverzével, amiről mostanáig beszéltetek, a jótékonyság és a közszolgálat, közjó iránti érzékenységetekkel, hogy nem az agresszió kultusza, amit ez a sportszínház csinál? Az erőszak valójában csak egy eszköz a történetmesélésre. És mi a történetmeséléseinkkel mindig próbálunk nevelő célzatú lenni a gyerekekhez is, illetve próbálunk közeleti dolgokat is belevinni. Tehát mi próbálunk felvállalni. Mi az üzenet? Például most az egyik legnagyobb sztori vonalunk a fiatalok hatalomátvétele, ami történik a való világban is. Az, hogy a mi dojo tanít, a dojo az edzés, ahol járnak, a mi tanítványaink felnőttek az elmúlt 8 évben, azok most már igencsak jó birkózók lettek, és jelenleg az a sztori, hogy átveszik a helyet a világban, és ez egy rengeteg sok érzelmi töltettel teli mérkőzést ad. Ugye ez egy amerikai műfaj, amit, ha jól tudom, Peruteki János, nem a kanadai, nem amerikai. Igen, viszont mondjuk úgy, hogy új keletű legalábbis a népszórakoztatásban, ha hívhatjuk így Magyarországon. Mennyire népszerű ez nálunk például a környékbeli országokhoz képest? A környékbeli országokhoz képest nagyon. Tehát valamiért az osztrák-magyar monarchiában is andó már ennek eléggé nagy kultusza volt, és elég népszerű volt. Ennek nyilván megvannak a maga kulturális, meg történelmi hátterei, hogy miért, de egyébként ez nagyjából úgy Németország, Franciaország, ahol nagyon népszerű Európában, meg nálunk. Tehát nálunk valamiért ez egy nagyon felkapott. Igen, csak azt nyilván egy kicsit külön szoktuk kezelni, de... Következő gála, csak hogy gyorsan elmondjuk. Augusztus 24, most szombat. Az utolsó emberig nevű műsorunk, ahol az a lényeg, hogy 25 ember próbálja kidobni egymást a ringből, hogy a legnagyobb műsorunkra az évben első számú kihívói jogot kapjon a bajnoki övért. Hát én ezen nem fogok elindulni. Jól teszed! Én hamar befejezném ezt a küzdelmet. Nagyon szépen köszönjük. Tudom, hogy mekkora megítélésbeli különbség, de mindaz, amit a hátrányos helyzetűekért tesztek le a kalappal. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor augusztus 24-én menjenek aztán önöket is. Kidobják a ringből maximum. Mi semmiképpen nem dobjuk ki önöket a képernyők elől, mert maradjanak az ATV műsoraival. Krisztinával nagyon szépen köszönjük, hogy ma reggel velünk voltak. Köszönjük. Holnap reggel a Startban várjuk önöket. Kezdjék velünk ismét a napot. Szép viszont napot mindenjobban. Viszontlátásra.